Köszöntöm Önöket! Ismeretlen tettes május 18-án hajnalban, 1 óra 18 perc körüli időben Dunaharaszti Móra Ferenc utcában súlyosan bántalmazott egy fiatal nőt, majd a sértett értékeit magához véve a helyszínről távozott. A rendőrség továbbra is keresi díjkitűzés mellett a képen látható vagy ahhoz hasonló férfit, aki körülbelül 35-40 éves, 183-185 centi magas, közepes testalkatú, ápolatlan férfi. Kérem, ha bárkinek bármilyen információja van, akár az elkövető kiléptével kapcsolatban, vagy akár a konkrét cselekmények kapcsolatban, haladéktalanul hívja a rendőrség 112-es ingyenes segélykérő vonalát, vagy a Dunaharaszti rendőrös 0670-338-74-65-ös telefonszámát. Magyarország közútjain 2014. január 1-e és április 30-a között több mint 10%-kal nőtt a személyi sérüléses közúti balesetek száma. Ezen idő alatt összesen 4254 személyi sérüléses közúti baleset történt, ez 11,1%-kal több, mint 2013 azonos időszakában, akkor 3829 balesetet regisztráltak. Az idei év április végéig a közúti balesetben meghalt személyek száma a tavalyi 147 fővel szemben 172 főre nőtt. Ezáltal 25 fővel többen vesztették életüket hazánk közútjain tavalyhoz képest. Kimagasló a kerékpáros áldozatok száma. Az ORFK összesítése alapján 2014. január 1-e és április 30-a között 34 olyan napot jegyezhettünk, amikor nem történt halálos kimenetelű közúti baleset. Örömteli hír, hogy idén még egyetlen gyermek áldozatot sem követelt a közúti közlekedés. Tavalyhoz képest nőtt a gyalogos áldozatok száma 36 főről 41 főre, és a motorkerékpáros áldozatok száma 5 főről 8 főre, de a legriasztóbb értéket a balesetben meghalt kerékpárosok számának növekedése mutatja. A tavalyi 11 helyett idén 27 kerékpáros vesztette életét. Az ittasan okozott személyi sérüléssel járó közúti balesetek számába is kedvezőtlen változások tapasztalhatók, hiszen a tavalyi 369-el szemben idén április 30-ig 448 ittas baleset történt, a növekedés mértéke 10,53%. Országos szinten a közúti balesetek legfőbb okai az elmúlt hónapokban nem változtak. A személyi sérüléssel járó balesetek 28%-ának a hátterében gyors hajtás áll, az elsőbségi jog megsértése miatt 1088 baleset, kanyarodási szabályok megszegése miatt pedig 615 baleset történt. A közúti balesetek csaknem kétharmadát, mintegy 64%-át a személygépkocsi vezetők okozták, bár köztudott, hogy a közúti forgalomon belüli aránya ennek a közlekedői csoportnak a legmagasabb. A tehergépkocsi vezetők a balesetek 9%-ának az okozásért felelősek. A kerékpárosoknak a balesetet okozók körében betöltött aránya az első 4 hónapban 10%-os, a motoros kétkerekűek vezetői, a segédmotorkerékpárok és a motorkerékpárosok összesen 287 balesetet okoztak, a balesetek okozásában képviselt arányuk 4-3%. A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság illetékességi területén, Szigetszentmiklós, Dunaharaszti és Taksony vonatkozásában 2014. január 1-e és 2014. május 12 közötti időszakban 44 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, ebből egy esetben halállal végződött, 7 esetben súlyos és 36 esetben pedig könnyű sérüléssel végződött. Anyagi káros balesetet a fenti három településen 94 alkalommal helyszíneltek a rendőrök. A Dunaharaszti területén 20 személyi sérüléses balesetből 6 esetben volt ittas a járművezető. 4 esetben a balesetet okozó és 2 esetben pedig a vétlen járművezetője fogyasztott alkoholt a vezetés megkezdése előtt. A személyi sérüléses baleseteket döntött többségében a személygépkocsi vezetők okozzák, de 3 esetben kerékpáros okozta a balesetet. Az anyagi káros balesetek tekintetében az ittas járművezetők száma 4 darab a 30 darab balesetből. Ezen balesetek jelentős részét, 20-at, szintén a személygépkocsi vezetők, illetve 7 esetben pedig tehergépkocsi vezetők okozták. Taksony területén történt 5 személyi sérüléses balesetből 2 esetben volt ittas a járművezető. Egy esetben a balesetet okozó, és egy esetben pedig a vétlen járművezetője fogyasztott alkoholt a vezetés megkezdése előtt. A személyi sérüléses baleseteket döntött többségében a személygépkocsi vezetők okozták. A 7 darab anyagi káros balesetnél nem volt ittas egyetlen járművezető sem. Ezen baleseteket 4 darabot a személygépkocsi vezetők, 3 esetben pedig tehergépkocsi vezetők okozták.
Vélhetően a sok éves szakmai tapasztalatokat erősíti hazánk közúti közlekedés biztonsági helyzetének alakulása 2014 első három hónapjában, mely szerint, ha enyha a tél és korán beköszönt a tavasz, akkor több baleset következik be. Ennek számos, egymással összefüggő oka van. Enyhe időszakban többen közlekednek gépjárművel, a száraz utak nagyobb haladási sebességet tesznek lehetővé, ennek következtében a baleseti, sérülési és halálozási kockázat is megnő. Idén korábban vette kezdetét a kerékpáros és a motorkerékpáros szezon, amely ugyancsak a kedvező időjárásra vezethető vissza. Kérem Önöket, közlekedjenek óvatosan! Ezek voltak a rendőrség elmúlt heti hírei, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!